szép. De simán odaér, és ott a sok hely. Hát, hát dolog. Hú, de pontos. Csodálatos, de ezt is, amit elért, óriási spárgál. Ekkora volt. Még egyszer. Szép. Most is ez történt, és meg is nyert a pontot. Nagyszerű return Dimitrovtól. Na. Az vét. Fogott meg. Szép. Csak hát ez könnyen. Csinált egymás után Nadal. És az egy gyönyörű, gyönyörű. Vagy egyszerűen Dimitrovnak nem megy a returnözés, az is hosszú lesz. Imet. Ez is jó megy, ez hosszú lesz. Nem. Minden kezdődhet előről. Ha. Rafa Nadalnak ez 23-ból 9. Az igen. Aztán nem lehet elő. Odaér? Persze, hogy oda. És a kezébe ütött. Jó-ho-ho! Az is szép, és nem tudja át. Megfogta. Há. Na, most tanult. Az nagyon nagy pont lesz ez már, akármi a vége. Előre jön. Óha. Előre kell jönni. Igen, 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 gyönyörű. Nagyon. Még egyszer. Szép. Gyönyörű. Hát hova küldi? Most kifelé. Előre megy, nem kell előre. Szerintem a tiebreakig. Ez is olyan... De várjál, kicserélt a Dimitrov is, neki igen. Neki nem kell a csere. Nem kell. A szép, gyönyörű. Az csak...
Oda kell érni. Igen. Le van osztva, hogy kemény, puha, nagyon kemény, nagyon puha. Biztos nem víz semmit a véletlenre. Esik? Nézd oda. Nem. De. De. Ász, szép volt. Helyzetben volt a második szerva. Most följött a hálóz Nadal. Jaj, de szépen megcsinálta! Micsoda pont! Szép szerva ismét. Nincs vége. Előre megy, és kap egy elütést. Szép, hogy te szépen! Kifarol. Nem, nem tudja megint innen, igaz, most ő szervál, de a tényen nem változtat, hogy break előnye van. Nézd, de hát mi a van, ez kiment volna ez a tényen. Hát ez könnyű. Az jó, aj, de szép volt. Szép! Tanítottak. Baby Federer, igen. Ez a fonák, ez egy Federeri fonák volt. Az szép. Az gyönyörű volt. Szép. Ott van. Az is megvan. Ó, micsoda pont. Megint az forduló. Is. És könnyen leüti. Ezzel ért Nadal. Ebből mi lesz? Itt az ittszer, és rosszul választott Nadal megint oldalt. Lelövi, szép. Oda be kell jönni, és oda, jaj, de hát. Szép. Hoppá.
szép. Ez ugye elesve. Ez is jó. Az is jó. Még ezt is megfogja. Szép, ezt nem éri el. Megcsinálja. Itt van. Egy újabb hibával. Két és egy negyed óra alatt három játszmában tudott nyerni Rafael Nadal, az első játszma 6-3-mal az övé,